Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. november 5-én, kedden. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Sajtótájékoztató. Sertéspest is. Anonym Night. Herceg Zsolt polgármester október 30-án tartott sajtótájékoztatót, amelyben a mezőtúri polgárokat tájékoztatja a választás óta eltelt napok eseményeiről, illetve arról, hogy miért nem tudott még megalakulni a képviselőtestület. Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. A mai sajtótájékoztatón a mezőtúri polgárokat szeretném tájékoztatni arról, hogy a választástól eltelt napokban milyen történések zajlottak, és hogy miért nem tudott még a mai napig megalakulni a képviselőtestület. Ugye Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület a választást követő héten, azt követően, hogy az egyeztetéseket lefolytattuk, ez ugye szerdán és csütörtökön történt meg, ugye kifogást nyújtott be a helyi választási bizottsághoz a hármas választókörzetben a bizottság személyi összetétele miatt. Ezt a helyi választási bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az erről szóló határozatot mindenki megtekintheti a honlapunkon, tehát a mezőtúr.hu oldalon ez megtalálható. Ezt követően a határozat hatályba lépése előtt az Egyesület fellebbezéssel élt a Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést a bizottság elutasította, ugye ez a bizottság Szolnokon található, tehát helyben hagyta a helyi választási bizottság döntését. Ugye ezt követően október 25-én 16 órakor a Területi Választási Bizottság határozata jogerőre emelkedett. A jogerős határozat birtokában a helyi választási bizottság október 28-án ezen a héten hétfőn megállapította a választás listás eredményét. Ennek a határozatnak a hatályba lépése az a holnapi napon csütörtökön 16 órakor következik be. Ezt követően fogjuk átadni, illetve a helyi választási bizottság részéről kerülnek átadásra majd a holnapi napon 16 órát követően várhatóan a képviselők részére és ugye az én részemre a megbízó levelek. Ezt követően az eredmény tehát jogerőssé válik. A képviselőtestület létszáma a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület részéről 6 fő, és a Fidesz-KDNP részéről is 6 fő. Az eredmények egyébként a választás.hu oldalon megtekinthetőek, és tekintettel az elmondottakra, tehát a jogerőre emelkedés az 31-én 16 órát követően ugye, következik be, ezért a Mezőtúr és Vidéke újságban mezőtúrváros jegyzője dr. Enyedi Mihály ezt követően tud a választásról tájékoztatást adni, amit a jegyző úr meg is fog tenni, tehát részletesen a Mezőtúr és Vidéke következő számában található majd meg a választásról szóló tájékoztató. A következő hét nagyon fontos eseménye lesz, november 7-én 13:30-kor a képviselőtestület alakulóülése, melyre ezúton is nagy tisztelettel és szeretettel várok mindenkit. Legnagyobb arányban a vaddisznók terjeszték a Magyarországon és Mezőtúr környékén is elterjedt sertéspestést, nyilatkozta stábunknak Patkus Lajos, a Magosz Mezőtúri Szervezetének az elnöke, aki azt is elmondta, hogy a betegség által elejtett állatokat el kell szállítani, ugyanis a betegséget madarak is tovább vihetik.
Lehetett olyan híreket hallani, hogy mezőtúron is megjelent a sertéspestis. Ön erről a témáról, erről a sertéspestisről mit tudná mondani? Igen, sajnos egyre jobban terjed, tehát Magyarország egyre nagyobb területén észlelik ezt a betegséget, hiszen ez egy olyan vírus, amelyet a vaddisznók legnagyobb formában, legnagyobb arányban a vaddisznók terjesztik, és azoknak a mozgása nehezen korlátozható, hiszen képesek naponta 50 kilométert is mozogni. És bizony itt mezőtúron is megjelent már ez, egy hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt itt is észleltek telepeken ilyen vírust, és az állományt el kellett pusztítani. De úgy tudom, hogy azóta nem volt erre precedens, tehát nem találtak újabb vírust, komolyan dolgoznak a hatóság szakemberei ennek a vírusnak a visszaszorításában, és így talán megakadályozható a mezőtúri továbbterjedése. De viszont halljuk, hogy ország más részein jelennek meg. Hát meg kell mondani őszintén, hogy nehéz ellene védekezni, hiszen, mint mondottam, a vaddisznó állomány hurcol. Itt nagy felelőssége van a vadásztársaságoknak, vadgazdálkodó szakembereknek, vadgazdálkodóknak, hogy ezt az állományt, ezt a populációt kordában tartsák, és a elejtett állatokat is megfelelően kell kezelni, tehát nem lehet ott kizsigerelni, és ott hagyni a hulladékot, az állati hulladékot a erdőben, mezőn, hanem azt is el kell szállítani, és meg kell semmisíteni, hiszen ezt a madarak is vihetik tovább, és így megállíthatatlan ez a vírus. Itt mezőtúr viszonylag ezt tudom mondani, tehát országosan hogy lehet ezt megakadályozni, tehát az országos főállatorvos és csapata komoly terveket és eljárási rendeket dolgozott ki ezzel kapcsolatban. Tehát most úgy néz ki, hogy megállt egyébként ez a betegség, ennek a továbbterjedése, és bízom benne, hogy évek alatt, mert azért ezt úgy lehet prognosztizálni, hogy több év kell hozzá, hogy ezt a vírust teljesen vissza tudjuk szorítani Magyarországon is, de vannak pozitív precedensek erre Európában. Én úgy tudom, hogy Csehországban nagyon sikeres volt, de ott is azt hiszem, hogy 5-10 évbe tellett, mire ezt a betegséget vissza tudták szorítani. Egyébként ez nagyon érdekes betegség, mert emberre abszolút veszélytelen, tehát akár egy beteg állatnak a húsát is teljes mértékben biztonsággal el tudjuk fogyasztani, de viszont a sertésekre is csak őráig, tehát madarakra, más emlősökre, más átfajokra sem reagál ez, tehát nem okoz semmiféle betegséget. De a sertéseknél viszont óriási a halálozási arány, szinte 100%-ban elpusztulnak azok az állatok, és ezért kell őket megsemmisíteni, ne vigyék tovább ezt a betegséget, hiszen a sertés állomány, ha nem védekeznénk, teljesen kipusztulna, és így, hát így is jelentkezik a gazdasági szférában is, hiszen a sertés hús ára ennek okán, hogy a sertés állomány csökken, és kisebb a lehetőség fölvásárolni hízott sertéseket, így bizony nő a sertés hús ára, és a tőkehúsok ára, sertésből származó húsok ára, és ez egy gazdasági problémát okozhat, tehát ezért kell rendkívül módon odafigyelni ennek a vírusnak a terjedésének a megállítására. Október 31-én a Városi Oktatási Centrumban egy mezőtúron teljesen új volumenű rendezvény került megszervezése, mégpedig a Halloween alkalmából, ami nem más, mint az Anonym Night volt. A rendezvény hatalmas sikert aratott, nem csak a mezőtúriak, de a környező településeken élők körében is. A részletekről Prifer Zsoltot, szervezőt kérdeztük. Október 31-én csütörtökön Halloween alkalmából szerveztek Anonym Night-ot. Mit lehet erről tudni, honnan jött az ötlet? Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket! Ezt még a nyáron vetettük fel a párommal, hogy jó lenne csinálni egy ilyen halloweeni bulit. Úgy gondoljuk, hogy akár a fiatalságnak, akár pedig akármelyik generációnak kell egy kis kikapcsolódás. Nem véletlenül hoztuk létre a Bonaszérát mezőtúron, és most fogtunk bele a rendezvény szervezésbe.
És mennyire ment könnyen egyébként a szervezés? Milyen szempontok alapján válogattátok össze a fellépőket? Maximálisan arra törekedtünk, hogy most kizárólag a fiatal réteget célozzuk meg, hiszen úgy gondoljuk, hogy kellene nekik, hogy ne kelljen elmennünk vidékre ahhoz, hogy jól érezzék magukat. A városban is vannak ugye lehetőségek, de mi próbáltunk egy olyat alkotni, ami mondjuk kifejezetten egyedi. A fellépőket azt szerint szedtük ugye össze, hogy megcéloztuk ugye a generációt. A generáció az 16-tól 20 évesig volt, ez alapján lettek össze komponálva ugye a fellépők. Időrendi sorrendben is, ugye, hogy a fiatalabbat ugye elengedik 1-2-ig, akkor még meg tudja nézni a most nagyon futó tédennének a műsorát, utána már az idősebb generációt céloztuk meg egy húzamosabb diszkóval tulajdonképpen. Tehát tulajdonképpen a célotok az volt, hogy a fiatalok számára egy új lehetőséget nyissatok, úgy gondoljátok egyébként, hogy sikerült ezt megvalósítani? Hát mivel az a rendezvény teltházas volt, így igen, hála jó Istennek. Mezőtúrról, Túrkevérről, Kisújszállásról, Karcagról, Szarvasról, Gyomaendrődről, Törökszent Miklósról, a környező városokból rengeteg fiatal érkezett hozzánk. Én szeretnék megköszönni minden kedves promóternek, aki segített a környező városokban a jegyeket árusítani, illetve a város lakosságának, hogy ilyen pozitívan álltak az esemény fogadtatásához. Egyébként milyen visszajelzések érkeztek a bulizók felől, hogy hogyan sikerült ez a parti? Hála jó Istennek, nagyon pozitív visszhangja volt a dolognak. Nagyon rendesek voltak a srácok, illetve a lányok, akik jöttek hozzánk szórakozni. Abszolút normálisan viselkedtek, a biztonsági szolgálatnak egyetlen egyszer sem volt dolga. Az éjszaka folyamán teljesen kultúráltan szórakoztak. A jövőben terveztek-e újabb hasonló bulikat szervezni? Neféleképpen. Azoknak mi lesz a tematikája? Esetleg van-e valami észrevétel, hogy mit kell máshogy csinálni, mivel ez volt az első rendezvényetek, amit szerveztetek, vagy úgy gondoljátok, hogy minden mehet úgy, ahogy eddig? Úgy próbáljuk meg az egészet felépíteni, hogy legyen egy fiatalokat megcélzó közönség, illetve legyen egy az idősebb korosztályt megcélzó közönség. A fiatalokat, illetve az idősebbeket is egy brand fogja magában foglalni. A Buena Serra szárnyai alatt fog egy új dolog felfutni, ennek pedig Buena Night lesz a neve a rendezvénysorozatunknak. Ez már teljes egészében saját. És lehet-e tudni, hogy mikor kezdődik majd el ez a rendezvénysorozat? Ha minden jól megy, akkor jövő tavasszal kezdődik a rendezvénysorozat, és akkor onnantól kezdve, ahogy tudjuk tartani az iramat, illetve a lépést magunkkal szemben. Persze a város egyéb rendezvényében nem szeretnénk konkurensek lenni, gondolok itt ugye a nyáron megrendezett fesztiválra. Mi nagyon örülünk, hogy nem egyedül mi csináljuk ezeket a dolgokat a városban, hanem vannak ugyanolyan érdeklődésű emberek, akik ugyanis szeretnék ezt csinálni. A helyszín az továbbra is egyébként a főiskola marad? Leginkább a főiskolát céloznám meg, igen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!